Azok, akik valami miatt nem tudtak jelentkezni a 2019. szeptemberében induló képzésekre, azoknak még van pár napjuk, hogy beiratkozzanak a keresztféléves képzés valamely formájára. Szexádon például felnőtt oktatásra is lehet jelentkezni február 1-ig. Több éve, hogy a szexádi szakképzési centrumban nem csak az általános eljárásban, vagyis a szeptemberben induló képzésekre lehet jelentkezni, hanem az úgynevezett keresztféléves eljárásban a februárban indulókra is van lehetőség beiratkozni. Azok, akik első megszerzett diplomájukkal sem tudtak munkát szerezni, most ingyenesen vehetnek részt a felnőtt oktatásban, de azok is jelentkezhetnek, akik munka mellett végeznék ezt. A felnőtt oktatásra tanuló munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságá, a meglévő ismereteihez és életkorához igazodó iskolai oktatás. A hétnek jellemzően három délutánján vagy estéjén, esetleg egy szombat délelőttjén zajlanak a képzések, így mindenkiek ajánljuk, akik munka mellett szeretnének tovább tanulni. De egy másik nagyon fontos eleme a képzésnek, hogy ezek ingyenesek, hiszen a, a szakképzésben az első és a második szakma megszerzése ma mindenki számára ingyenes. Identől a munkaerőpiac igényeit kielégítő képzési formákkal várják a jelentkezőket a szexádi szakképzési centrum munkatársai. A fél, egy, kettő vagy három éves képzés ideje alatt piacképes tudást és szakképesítést szereznek a jelentkezők, ennek alapján nagyon rövid időn belül kaphatnak állást az oktatást elvégzők. Tóna igények azok jellemzően két terület köré csoportosíthatók. Nyilván Paks 2 hatása révén a műszaki terület az egyik kiemelt terület, de ha a turizmus vendéglátás nézem, Szexád ebben nyilván élen és, és, komoly igényeket fogalmaz meg, de Tamás is. Így a vendéglátó szakmában a pincér, cukrászképzés cukrász képzés nyilván, nyilván, népszerű képzés. Február 1 online is lehet jelentkezni a Szexádi Szakképzési Centrum oldalán. A fel felnőtt nappali, esti vagy akár levelező munkarend formáira.